Óbudán is fosztogattak, több 10 millió forint értékű zsákmányt szereztek a sorozatbetörők. Rekorder blitzelő, több mint 5000 vonaljegyet vehetett volna a befizetett pótdíj összegéből egy budapesti nő. Maradandó értékek, az imádság és a közösségek erejére hívták fel a figyelmet a keresztény értelmiségi fórumon. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Több 10 millió forint összegben lopott különböző értékeket családi házakból az a négy fős banda, amelynek tagjai ellen vádat emelt az ügyészség. A fiatalok Óbudán is fosztogattak, kizárólag ázsiai családok otthonaiba törtek be. Így másztak át az egyik ház kerítésén azok a betörők, akik ellen most vádat emelt az ügyészség. A 3-20 éves fiú nem csak baseball sapkát húzott, de maszkot is felvettek, hogy ne ismerjék fel őket. Ebből a házból egy táskát és 200 000 forintot vittek magukkal, azonban ennél nagyobb zsákmányuk is akadt. Előfordult, hogy az egyik családi házból több millió forint értékben vittek magukkal különböző tárgyakat. A négy fős társaság kifejezetten ázsiai származású emberek otthonaiba tört be. A vádlottak a bűncselekményeket megelőzően különböző forrásokból, így többször nyilvános internetes cégadatbázisból kérték le a sértettek lakcímét, de volt olyan is, hogy az egyik vádlott jogosulatlan adatszerzéssel szerezte meg a tulajdonosi adatokat. Az egyik férfi édesanyja ugyanis egy biztosító társaságnál dolgozott otthoni munkavégzésben, és a fia ezt kihasználta, mert amikor őrizetlenül hagyta az anyja a laptopot, akkor a cég adatbázisából számos gépkocsihoz tartozó rendszámot kért le, és így jutott hozzá a sértettek tulajdonosi adataihoz és lakcíméhez. Ezt követően megfigyelték a házakat, kifigyelték, hogy mikor vannak otthon a lakók. Összesen 10 házba törtek be, és szinte mindent vittek, ami mozdítható volt. Nem csak ékszereket, táskákat, de órákat, valutát és más értékeket is loptak. A betörésekkel összesen mintegy 30 millió forint kárt okoztak a tulajdonosoknak. A banda tagjai egy harmadik kerületi ingatlant is kifosztottak. Az eset után nem sokkal két fiút el is fogtak a rendőrök, másik két társuk kezén pedig másnap kattant a bilincs. A sorozatbetörők azonosításához a térfigyelő kamerák felvételeit is elemezték a rendőrök. Elfogásuk után a fiatalok nem minden bűncselekmény elkövetését ismerték el. Az illetékes kerületi ügyészség az ügyben bűnszövetségben üzletszerűen dolog elleni erőszakkal elkövetett lopások vétsége, illetve büntette, valamint személyes adattal visszaélés vétsége miatt nyújtott be vádiratot a bíróságra. Az ügyészség mind a négy férfival szemben végrehajtandó börtönbüntetést, valamint pénzbüntetést indítványoz a vádiratban. Mivel a négy fős társaság tagjai közül nem voltak mindannyian jelen minden betörésnél, ezért a büntetés mértéke is változó. A legsúlyosabb esetben akár 12 év börtön is kiszabható. Már elérhető a felvételi tájékoztató kiegészítése. Számos új alap, osztatlan, mester és felsőoktatási szakképzés is bekerült a 2023. szeptemberétől induló képzések közé. A most megjelent kiegészített tájékoztatóban ezek is megtalálhatók. Az egyetemek és főiskolák őszi képzéseire február 15-ig lehet jelentkezni a felvi.hu oldalon. Az idei évtől egyébként megszűnt a kötelező, legalább egy emelt szintű érettségi követelmény. Az intézmények egyénileg dönthetnek arról, hogy ezt milyen szakok esetében írják elő. Ha az intézmény úgy gondolja, eltekinthet az emelt szintű kötelezettsége alul az adott szakra vonatkozóan. Egy példával talán egyszerűbb és átláthatóbb. Műszaki képzési terület minden alapképzési szakjára legalább egy tantárgyból emelt szintű érettségi az elvárt. Viszont ettől lehet, hogy azt mondja az egyik felsőoktatási intézmény, hogy ő mégsem várja el az emeltet, és akkor oda nem kell emelt szintű érettségi, még a másik egyetemre szükséges. Hogy hová, mely intézmény, mely szakjára nem szükséges az emelt szintű, ezt külön a felvételi tájékoztató táblázatok menüpontjában megtalálják a jelentkezők. Elindult a budapesti mobilitási terv társadalmi egyeztetése. A dokumentum 2030-ig határozza meg a főváros közlekedési fejlesztéseinek irányait. A BKK szerint a stratégia nagyobb hangsúlyt fektet a gyalogos közlekedés és a kerékpározás feltételeinek javítására, a mobilitásra és a digitális szolgáltatások fejlesztésére.
A budapesti mobilitási terv stratégiai anyaga március 10-ig véleményezhető a BKK honlapján. A koncepció tavasszal fogadhatja el a fővárosi közgyűlés. Egy év alatt 26%-kal emelkedett az újépítésű lakások ára Budapesten a tavalyi év utolsó negyedében. Egy most készült elemzés szerint az átlagos négyzetméter ár így átlépte a 1,5 millió forintos határt, de a legdrágább projektekben ennek jóval több mint duplájáért kínálják eladásra az ingatlanokat. Majdnem 1,8 millió forintot fizetett be a BKK-nak a tavalyi év rekorder blitzelője. A közlekedési cég szigorúbban jár el azokkal szemben, akik jegy vagy bérlet nélkül utaznak a járatokon. Sokba kerülhet ennek a mozdulatnak az elmulasztása. Ennek ellenére van, aki szinte sportot űz a blitzelésből. A tavalyi évben 40-es éveiben járó budapesti hölgy például 39 rendezetlen pótdíjazást halmozott fel, amiért utólag majdnem 1,8 millió forintot kellett befizetnie a budapesti közlekedési központnak. Ebből az összegből több mint 5000 vonai jegyet vásárolhatott volna. 2022-ben egyébként összesen 200 000-nél is több potyautassal szemben indult pótdíjazási eljárás. A BKK szerint javult a jegyellenőrzés hatékonysága, ami az évközben bevezetett technikai újításoknak is köszönhető. A BKK ellenőrei egy olyan eszköz kaptak készhez, és használnak most már nap mint nap, amelynek segítségével könnyedén egy mozdulattal az e-személyigazolványból le tudják szedni az információkat, aminek köszönhetően sokkal könnyebb lesz a munkavégzése az ellenőröknek, főleg a pótdíjazás későbbi fázisaiban. Egyrészt azért, mert így biztos, hogy helyes adatok kerülnek a rendszerbe, nem vesznek el az adatok azért, mert mondjuk papír alapon rögzítették azt, illetve ami még plusz információ az az, hogy e-mail címet is rögzítenek ezekhez a személyes adatokhoz, így például lehetőség van arra, hogy pótdíjazásban érintett ügyfeleinket értesítsük arról, hogyha például egy pótdíjazás határidő az lejárna. Az úgynevezett pótdíjasszisztens akár e-mailben is figyelmezteti a blitzelőt a tartozás befizetésére. Aki jegy vagy bérlet nélkül utazik a tömegközlekedési eszközökön, és az ellenőrök elkapják, annak 25 000 forintot kell fizetnie. Azonban, ha a helyszínen azonnal rendezi a tartozást, akkor csupán 12 000 forint a pótdíj. A blitzelők ezzel együtt több kisebb kedvezményt is kapnak. Amennyiben valamelyik ügyfelünk úgy dönt, hogy éves bérletet vásárol, akkor ez az összeg 1000 forintra apad. Hogyha valaki negyedéves bérletet vagy szemeszter bérletet vásárol, akkor ez az összeg 3000 forintra csökken. Hogyha valaki havi bérletet vásárol, amely a pótdíjazás napjától érvényes, akkor a pótdíj az 6000 forintra csökken. A pótdíjtartozás egyébként nem évül el, évek múlva is behajtható, akár bírósági végrehajtás útján is, ami azt jelenti, hogy a blitzelő ingóságait is lefoglalhatják. A kirívó esetek ellenére az elmúlt években folyamatosan csökkent a blitzelők száma a budapesti járatokon. A BKK-nak persze nem csak ők okoznak kárt, de a hamisítók is. Tavaly bukott le az a 69 éves csaló, aki egy kiadó automatákból lopott hőpapírt, amire aztán jegyeket és bérleteket hamisított. A férfi belvárosi lakásában a rendőrség több száz hamis bérlet előállítására alkalmas hőpapírt, speciális nyomtatót, számítógépet és már kész hamis bérletet talált. A csaló ügyfeleit gyakran figyelmeztette, ha közeledett a bérlet lejárati ideje, aki lebukott, annak pedig garanciában adott másik bérletet. Már festik a Lánchíd járdáinak korlátjait és a híd műemléki elemeit. A korlátokat az erős rozsdásodás miatt újra kellett gyártani, hasonlóan a díszes melvédekhez. Ezek elkészítésében 1915-ben készült fotók segítették a szakembereket. A korlátok felszerelése februárban kezdődik el. Elfogták a rendőrök azt a két férfit, akik megrongálták a Kossuth Lajos téren lévő véres csütörtök emlékművet. A fiatalok kalapáccsal verték le az Agrárminisztérium homlokzatán lévő bronzpuskagolyókat, amiket az 56-os forradalom hőseinek tiszteletére helyeztek el az épületen. Ezzel pedig több mint 10 millió forintos kárt okoztak a rongálók, akiket őrizetbe vettek a rendőrök. A változó világban egyre fontosabbak a stabil értékek, a hit és az imádság. Erről beszélt az Evangélikus Hittudományi Intézet tanszékvezetője a Keresztény Értelmiségi Fórumon. Hafenser Károly szerint az imádság titkait meg kell fejtenünk, hogy kapcsolatot tudjunk teremteni Istennel. Belegondoltak már abban, hogy amikor a mi atyánkot mondják, akkor a földön lakó emberek közül mennyien mondják még azt az imát ugyanabban a pillanatban? Belegondoltak-e abban, hogy mekkora erőt képvisel ez az ima, ez a párbeszéd abban a pillanatban Istennel?
Ezeket és hasonló izgalmas kérdéseket is felvetett az Evangélikus Hittudományi Intézet tanszékvezetője azon a beszélgetésen, amelyen az imádkozó ember titkairól volt szó. A Keresztény Értelmiségi Fórum legutóbbi rendezvényen elhangzott, az imádságról mindenkinek van véleménye, sőt sokan saját imádságokat is alkotnak, de az imádságokról tudományos igényű értekezést kevesen mernek írni. Erre bizonyíték, hogy az evangélikus egyházon belül is körülbelül 100 éve jelent meg az utolsó imádságtan tanulmánykötet. Én azt gondolom, hogy ma, amikor elég sok ember szívében, lelkében megfogalmazódik valamiféle transzcendentális igény, nem biztos, hogy úgy, ahogy mi, nem biztos, hogy konkrétan megfogalmazza, de ez az igény megvan, hogy több az életünk, mint az, hogy eszünk, iszunk, alszunk, dolgozunk. Ezek olyan jelzések, aminek nyomán el kell indulnunk, és segítenünk kell azt, hogy emberek tudjanak mélyre menni, és rájöjjenek az emberségük igazi lényegére, ami nem más, mint a kapcsolatrendszer, kapcsolata mindenhatóval és kapcsolata másik emberrel, és ez a kettő nagyon szorosan összefügg. Az imádkozó embernek persze sokszor vannak nehézségei, problémái, amelyek megnehezítik a kommunikációt Istennel és az emberrel is. Ahogy az imádságokról átfogó tanulmányt készítő Háfenser Károly is mondta, a hétköznapi dolgok néha lendületet adnak, de néha megrekedt tőlük az ember imádságos élete. A lelkész szerint ahhoz, hogy át tudjunk lendülni a nehézségeken, időt kell szentelni erre a különleges kapcsolatra. Az imádság az egy időigényes műfaj. Nem azért, mert a szövegek hosszabbak vagy rövidebbek. Lehet egyetlen szóval is imádkozni, csak annyit mondani, hogy Uram, vagy a Istenem segíts, hogy ezt a baj megtanítja sokszor az embert erre, hanem egyszerűen azért, mert az imádság az egy életforma. Tehát ez egy fajta párbeszéd, ahogy beszélgetek az Istennel, hogy természetes számomra, hogy beszélgetek az Istennel, természetes, hogy beszélgetek az embertársammal. Tehát az a fajta kommunikáció, ami ma nagyon látványosan zajlik az internet világában, meg a médiumoknak a világában, az egy egész más vonatkozásban még fontosabb és még izgalmasabb akkor, amikor kiderül, hogy lehet kommunikálni az Istennel, és lehet az emberrel, emberhez méltó módon kommunikálni. A felgyorsult életvitellel az imádságokban és az imádkozásban is nagy változások tapasztalhatók, és az egyre több egyedül vagy társas magányban töltött idő miatt még nagyobb értéket képviselnek azok a közösségek, ahol nem csak az imákba, hanem egymásba is kapaszkodhatunk, ha a kapcsolatot szeretnénk Istennel. Ezzel együtt a lelkész szerint minden olyan próbálkozás dicséretes, amely új formában, új megközelítésben keresi ezt a kapcsolatot. A liturgia imádságai ugyan sok száz, illetve ezer év óta csiszolódtak, tehát óriási tudás, óriási erő lakozik azokban is, de a Háfenser Károly szerint a legfontosabb, hogy minden imának megértsük és megérezzük az üzenetét, mert ez a legfőbb feltétele, hogy együtt ülhessünk Jézus asztalánál. Híreinket, riportjainkat visszanézhetik honlapunkon a hegyvidéktv.hu-n. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!